Sok szeretettel köszöntöm az új világpanoráma nézőit, Szegettől Maros Hévizig, Rákos Palotától Zalaegerszegig. Annak ellenére, hogy a világ szinte megbénult és megállt, az elmúlt adások óta is sok minden történt. Itt szeretném megköszönni a nézőknek a bíztató szavakat, és a kulturált formában megfogalmazott kritikákat, és észrevételeket is. Sokan nem tudják, hogy ezt a műsort nem egy stáb készíti egy hiper-szuper stúdióban, technikusokkal, operatőrökkel, adásrendezővel, hiszen egy személyben vagyok mindez. Maga a folyamat úgy néz ki, hogy először igyekszem tájékozódni minél több helyről az aktuális témákkal kapcsolatban, amik szerepelnek a műsorban, ezután megírom a műsor vázlatát, majd következik maga a felvétel, mint ahogy most is. Elindítom a kamerát, felveszem a nyers műsort, majd ezután következik a stúdió munka, vagyis a vágás. Így alakul ki a végleges anyag, mindezt azok kedvéért mesélem el, akik kíváncsiak a munka hátterére, és nyilván azok kedvéért is, akik azt feltételezik, hogy valakik busásan megfizetnek ezért a munkáért. Pedig ez nem így van. Maga az emberiség.hu, mint weboldal, egy személyes kezdeményezésem, és társadalmi munkám 2010 tavaszán éppen 10 évvel ezelőtt indult útjára. Miután maga a Magyarok Szövetsége, ahol korábbi hónapokban tevékenykedtem, elkezdett sajnálatos módon szétesni, szétporladni akkor nem akartam abba hagyni ezt a tevékenységet, és hosszas tépelődés után úgy döntöttem, az a biztos, hogyha nem kell senkire várnom, nem kell alárendelnem magam senkinek, hanem szépen önállóan dolgozhatok. Az elmúlt tíz esztendőben számtalan hasznos előadást vettem föl, kisfilmeket készítettem ö, sok példamutató emberrel, és ezt mindig ingyen és bérment vetettem. Kisebb részben kaptam támogatásokat az önök jóvoltából, nagyobb részt pedig mindent a saját költségemből álltam. És most itt megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem annak a néhány nézőnek a támogatását, akik ezekben a nehéz időkben is a segítségemre vannak. Nagyon szépen köszönöm. Ha mindenképpen valamilyen irányzathoz kell kössem saját gondolkodásomat, akkor két fontos tényezőt kell megemlítenem. Egyszerre tartom magam kulturális kreatívnak, majd ennek a témának egy külön adást fogok szentelni a jövőben, lehet, hogy többet is, és egyszerre tartom fontosnak, vagy tartanám fontosnak a Vénusz projektet, vagyis annak a megvalósulását, globális szinten. Tudom, hogy ez sem ismerő sokaknak, de ez utóbbiról is fogok még sokat beszélni a soron következő adásaimban, mert úgy látom, hogy a jelenlegi gátlástalan, profitorientált, rablógazdálkodó kapitalizmusból csak egy olyan kiút menthet meg mindannyiunkat, tehát globálisan nézve, tehát nem csak Magyarországot, hanem az egész világot, amely valódi, és nem mondva csinált, manipulált, fenntartható fejlődésen alapul. Több néző is érdeklődött Szaniszló Ferenccel kapcsolatban, de azt kell mondanom, hogy sajnos nekem sincs több információm róla, mint önöknek. Régebben ismert levelezési címén próbáltam felvenni vele a kapcsolatot, de ez nem jár sikerrel, mert semmilyen választ nem kaptam. Az új világpanoráma nem az Echo televízió műsora, hiszen az a csatorna 2019-ben végleg megszűnt létezni. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy jobb is, hiszen azzal, hogy a kényelmetlen igazságokat kimondó szaniszlót eltávolították a képernyőről, maga a televíziós csatorna is sokak számára, a számomra is, érdektelenné vált. Tették ezt azok, akik szép lassan, de biztosan bedarálnak mindent és mindenkit, ami és akik nem hajlandók az ő játék szabályaik szerint játszani, az ő kitalált vagy előre megírt igazságaikat belehazudni az önök szemében. Magyarországon ma nincs sok független média, hiszen a nagyokat vagy erről, vagy arról az oldalról irányítják, a kicsiket pedig sokan nem veszik komolyan. Engem általában hol ide, hol oda szoktak az emberek sorolni, függően attól, hogy éppen melyik oldal iránt elkötelezett polgárnak tetszik, vagy éppenséggel nem tetszik az, amit leírok, vagy amit mondok. Ám, az az igazság, hogy hiába próbálnak besakatujázni akár narancssárgák, akár az ellenzők közé, nem tudnak, mert a kritikám egyformán szól az elmúlt 30 évben hatalmon lévő valamennyi tömörülés irányába. Mindegy, hogy melyik oldalt emlegetjük, ha egyáltalán oldalakról van szó. Meg vagyok ugyanis győződve arról, hogy ahogyan Bródi János is énekli, ezek ugyanazok. Vagyis, Nincs sok különbség az egyik és a másik oldal között. Csak a zászlókra írt jelszavaik eltérők, de a velei korrupt rendszer most is ugyanolyan, mint volt 1990 után, 2000 környékén és 2010 óta. De ebben a jelenlegi uralkodó rendszerben nem is várható tulajdonképpen más. Nem az egyik vagy a másik oldallal van bajom hanem magával a rendszerrel, amit egyformán fenntart a jelenlegi hatalmon lévők csoportja, és sajnos az ellenzék is, mindegyik tagja. Alapjaiban kellene megváltoztatni a társadalmi szabályokat a, és a törvényeket annak érdekében, hogy az uralkodó osztály, mert most is van ilyen, bármennyire furcsa vagy hihetetlen, sokkal szigorúbb ellenőrzés és elszámoltatás alá kerüljön. Igaz, a jelenlegi tendenciák éppen az ellenkezője felé mutatnak. Későbbi adásokban ezekről az úgynevezett társadalmi szabályokról és elvekről is bővebben fogok majd beszélni. Még egy gondolat Szaniszló Ferenccel kapcsolatban. Jó magam is szívesen látnám újra a képernyőn, akár ebben a műsorban is, és az jutott eszembe, hogy amennyiben ő is nyitott lenne erre, örömünkre szolgálna nekem is, és nyilván a nézőknek is, ha a jövőben ő is rendszeresen megosztaná a gondolatait velünk, hiszen mindig változik a világ, mindig van miről beszélni. A finanszírozást pedig megoldhatnánk az önök, azaz a nézők segítségével. Arra kérem, amennyiben valaki tud róla, netán ő maga is nézi ezt az adást, már mármint Szaniszló Ferenc, kérem jelentkezzen az emberiség.hu oldalon, vagy elektronikus levélben az info kukac emberiség.hu ékezet nélkül címen. Amikor ennek az adásnak a felvétele zajlik, mi a feleségemmel már 44. napja vagyunk itthon. Természetesen úgy, hogy egy héten egyszer elmegyünk a közeli városba bevásárolni, és amikor ezzel végeztünk, azonnal jövünk is vissza. Idén, április 26-án lesz 5 éve annak, hogy a budapesti panel albérletet felcseréltük ezzel a vidéki élettel. Akik nyomon követik az Ásó Kapa Kamera című műsorunkat, tudhatják, hogy abban rendszeresen beszámolunk arról, mi, mi történik, történik velünk a, a... Váltás óta, amióta Budapestről elköltöztünk. A koronavírus miatt bevezetett intézkedések az egész világra kihatnak. Ugyanakkor az 1949-ben vizionált Orwelli világ teljes mértékben megvalósulni látszik. Sőt, néhány helyen, például Kínában, már most tesz azon, amit az 1984 című regényben olvashattunk, vagy magában a filmben láthattunk. Kína egyébként is totális megfigyelő állammá vált, amely egyre hatékonyabban és egyre jobban kiteljesedve figyeli meg a saját állampolgárait. És nem csak megfigyeli. Aki az interneten rendszeresen olvasgatja ebben a témában a posztokat, és az elmúlt idők során megnézett néhány videót, pontosan tudja, hogy most itt miről beszélek. A megfigyelést persze önmagában nem lenne elegendő, hiszen végtelen milliárdnyi összegyűjtött adat elemzése és osztályozása nélkül az egész csak egy nagy adag használhatatlan kupac lenne. A kupac persze természetesen jelképesen értendő, mert ma már minden digitálisan működik, úgyhogy nem egy akta kupacot kell elképzelni. Kínában a kommunista párt. Társadalmi pontszámnak személyes mutatónak nevezi azt, ami jelenleg már 1,4 milliárd embert érint. Szó szerint véve jutalompont jár a jó viselkedésért, és büntető pontok járnak a rosszért. És hogy mi a rossz és mi a jó, azt egy szűk csoport határozza meg. Matthew Kearney két éve Kínában készült filmje, egy dokumentumfilmről beszélünk, csak ennek a rendszernek a kibontakozását mutatta meg, de ne feledjük, hogy azóta már eltelt bizony kettő év. Már akkor 200 millió kamera figyelte a világhatalom nagyvárosait, vagyis ha átlagosan vesszük, minden hét vagy minden hetedik kínaira jutott egy kamera. És ezek a kamerák nem csak látnak és rögzítenek mindent, de hálózatba kapcsolásuk és egyre okosabb háttérszoftverek révén a rendszer sok mindenre képes. De fogalmazhatnánk úgy is, hogy bármire, ami a rendszer célja. És mi lehet egy totalitárius rendszer célja, ha nem az, hogy minél nagyobb kordában tudja tartani a megfigyelteket. Kína a mesterséges intelligencia fejlesztésének területén egyébként is világelsőnek tekinti magát. Az imént említett pontrendszer sok mindenből tevődik össze. Igazából minden adatból, amit egyes személyekről begyűjtenek, az alkotja ezt az összetett képet. Hogyan viselkedsz, mit vásárolsz, merre jársz, mit mondasz, mit posztolsz a Facebooknak megfelelő kínai közösségi oldalon. Ezek mind beleszámítanak. Csak egy példa. Ha mondjuk az áruházban sok alkoholt veszel, az függőségre utal. Tehát veszítesz a pontjaidból. Ha mondjuk pelenkát vásárolsz, az felelősségtudatra utal, tehát pontokat kapsz érte. És ez persze csak két kiugró bagatel példa, de azt is hozzá kell tenni, ha például késel a csekk befizetésével, vagy az adóbevallással, vagy tilosban parkolsz, nem veszel jegyet a villamoson, késel a munkahelyedről, előbb-utóbb szép lassan leromlik a pontszámod, ami miatt korlátozni fogják az életedet. A pont kiszámításához szükséges algoritmusokat az Alibaba gigacég szakemberei írják. A riporter által megkérdezett szakember úgy nyilatkozott, hogy magának a rendszernek a célja az, hogy azok az emberek, akik betartják ígéreteiket, tehát megbízhatók, szabadon mozoghatnak. Tehetnek sok mindent. Míg azok, akik nem tartják az ígéreteiket, megbízhatatlanok, gyakorlatilag nem tehetnek semmit. A filmben, amelynek a linkjét majd ide teszem a műsor alatti leírásba, megszólal olyan is, aki ezt pozitívan értékeli, vagyis igyekszik tökéletes kínai állampolgárá válni, és megszólal olyan is, aki rámutat ennek árnyoldalaira. Egy másik városban élő oknyomozó riporter, aki felsőbb körökben korrupciókat leplezett le, már is kárvallottja ennek a rendszernek. És ugyanúgy kárvallottjai azok, akik szót mennek emelni a diktatúra ellen. Folytathatnám a kínai példa bemutatását és elemzését, de azt hiszem ezzel a néhány mondattal már sikerült érzékeltetnem, hogy tulajdonképpen hova is szeretnék kiukadni. Térjünk vissza egy kicsit ismét a koronavírusra. Aki az interneten látta dr. Gödény György szakgyógyszerész videóját, az tulajdonképpen a következőket tudhatta meg. Olaszországban jelenleg úgy kommunikálják az elhalálozási adatokat és híreket, hogy minden egyéb halálesetnél, vagyis egyéb megbetegedések esetén is, bekövetkező haláleseteknél, ha az elhuny szervezetében kimutatják a koronavírust, akkor azt állítják be elsődleges halálozási okként. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a szakember azt is kimondja, elmondja a videóban, hogy az ilyesfajta vírusok egyáltalán nem számítanak újdonságnak, és a legtöbb ember szervezetében amúgy is valamilyen formában jelen vannak. Összességében kijelenthető, hogy azokat az adatokat, amelyeket közzé tesznek, akarva vagy akaratlanul manipulálják. Talán emlékeznek a bő két héttel ezelőtti adásomra, amelyben az olaszországi halálozási statisztikákról beszéltem, amit a népesség population tehát népesség pont, city per olaszország oldalon lehet megtekinteni, és az ott található adatok percenként frissülnek. Kíváncsi voltam, hogy a járvány robbanásszerű betörésének következtében, Olaszországban, az olasz statisztikákban hogyan változtak ezek az adatok. A korábbi videómban azt mondtam, hogy Olaszországban átlagosan 1600 ember hal meg naponta. Így volt ez a vírus megjelenése előtt. Azóta eltelt, már majdnem három hét, és sokan rosszallásukat fejezték ki amiatt, hogy elbagatelizálom a számokat, és egészen biztosan arra gondolnak, egészen biztosan veszik, hogy ez a szám drasztikusan nőni fog a koronavírus halálesetek miatt. Most 22 nappal később újra megnéztem az említett oldalon ezeket a számokat. Az adatok szerint az idei évben, Olaszországban 167 ezer halálozás történt. Igazságtalan lennék, ha ismét az egész eddigi évet venném alapul a számításaimhoz, úgyhogy az április 9-i 167 ezerből kivontam a március 18-ai addigi 130 ezer halált. Maradt 37 ezer elhalálozás az elmúlt 22 napra vetítve. 37.000 osztva 22-vel, az pontosan 1681 halál naponta. Vagyis az elmúlt két hétben az olasz halálozási számok szinte semmit nem változtak, de drasztikusan semmiképpen nem növekedtek. Akár van vírus, akár nincs. És az nem feltételezés, nem összeesküvés elmélet, pusztán matematika a járvány tényét elvitatni nem lehet. Látjuk, mi történik az Egyesült Államokban, vagy Ekvádorban, vagy, és azt is, hogy mi történik az egész világon, hogy a kormányok félnek vagy maguk is egy nagy terv részei, azt nem tudhatjuk. Mint annyi mindent, ezt úgy sem árulnák el, ha tulajdonképpen így is lenne. Sokat gondolkodtam azon, Miért van az, hogy az emberek egy része, és tegyük hozzá, hogy igen, jelentős része, nagyon nehezen hiszi el azt, amit a tévében mondanak. Ugye számtalan példát láttunk erre. Pedig a magyarázat egyszerű. Tudjuk, hogy a különböző csatornák, bármelyik tévécsatornáról beszélünk, folyamatosan manipulálják a híreket. Nem egyszer tapasztaltuk, hogy hazudnak reggeltől estig. Estétől reggelig. Mindegy, ki van a hírek mögött, mindegy, honnan adnak utasítást a szerkesztőknek, a televíziós szerkesztőknek arra, hogy bizonyos témákat túlsúlyosan kezeljenek, bizonyos témákat pedig hallgassanak el. Az emberek, ha lassan is, de biztosan mondható, hogy ébredeznek. A többség már átlát ezeken a dolgokon, mert tudja, hogy a hírek mögött álló hatalomnak nem a hiteles tájékoztatás, hanem maga a hatalomnak a megtartása a célja. Nem az a fontos számukra, hogy az emberek az igazságot hallják, hanem az, amit hallattatni akarnak velük. Korábbi adásomban már utaltam rá, hogy a vírus helyzet lecsengése után minden bizonyal megint megváltozik majd körülöttünk a világ. Szándékosan beszéltem most a kínai példáról. Kínában a kormánynak tulajdonképpen nagyon egyszerű dolga volt, hiszen egy diktatúrában az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy az állam azt tesz velük, amit akar. Hogy nincs beleszólásuk. A nyugati típusú társadalmakban, és most itt szándékosan kerülöm, Magát a demokrácia szót, mert nem szeretném megcsúfolni. Tehát Európában és Amerikában egy ilyen típusú drasztikus lépés elképzelhetetlen lenne, ha csak nem, maguk az emberek kérik, saját biztonságuk érdekében. És félreértés ne essék. A probléma nem azzal van, hogy mindenütt kamerák vannak, hogy mindenütt megfigyelnek, osztályoznak, pontoznak, esetleg nyomkövető csippekkel látnak el embereket, vagyis minket, ez önmagában nem lenne probléma abban az esetben, ha pontosan tudnánk, hogy ezek az intézkedések milyen célt szolgálnak. Azt mondják, a mi érdekünkben történik, holott éppen ellenkezőleg. Ezek az intézkedések, ahogy Kínában is látjuk, pontosan azt szolgálják, hogy a hatalom, a mindenkori hatalom megfigyelhesse, és saját kényekedve szerint szankcionálhassa állampolgárait abban az esetben, ha éppenséggel nem a hatalom, illetve nem a hatalom által megszabott keretek között akarnak élni. Azt tudjuk, hogy szabályokra szükség van. Arra még nagyobb szükség, hogy ezeket a szabályokat mindenki betartsa. De a szabályok mindenkire kellene, hogy vonatkozzanak, és senki ne vonhassa ki alóla magát. Sem politikus, sem gazdasági érdekcsoport. Tudják, hogy kikre gondolok. A világ jelenleg nagyon sok részre tagozódik. De ha három részre akarnánk csoportosítani a már közel 8 milliárdnyi emberiséget, akkor azt kell tapasztalnunk, hogy van egy nagyon nagy réteg, akik a vesztesek csoportjába tartoznak. Ők azok, akik még olyan szinten sem tudnak élni, mint önök vagy én. Többnyire nincs otthon a fejük felett, nem jutnak megfelelő élelemhez, ivóvízhez, orvosi ellátáshoz, oktatáshoz, hogy a többi dolgot ne is soroljuk. A legtöbben emellett, állandó kiszolgáltatottságban élnek, háborúk, diktatúrák vagy egyéb káosz árnyékában. Hozzájuk képest mi, viszonylag jól élők, kisebbségben vagyunk. Eddigi kényelmünk, vagy jobban mondva látszólagos kényelmünk nem fenntartható. És az illúziója is hamis. Most kezdünk tulajdonképpen csak ízelítőt kapni abból, milyen az, amikor korlátok közé kell szorulnunk. A harmadik réteg pedig az, aki a másik kettő felett áll, torony magasan. Akik abban a helyzetben vannak, és a helyzetüket sem akarom szerencsésnek vagy éppen szerencsétlennek minősíteni, inkább a felelősség teljes lenne a megfelelő szó. Szóval ez a szűk réteg abban a helyzetben van, hogy irányítja a világot. Társadalmak, kormányok és mindenféle demokratikus, vagy a látszat szerint annak látszó, intézmények felett állnak. Ha ők nem akarják jobbá tenni a világot, akkor nekünk, a középső rétegnek kellene ezt kikényszerítenünk. A vesztesek sajnos tehetetlenek, vagyis annak tűnnek. Pedig, ha egyszer, ráébrednek, hogy ők vannak többen, sokkal többen, akkor nagy baj lehet, mert nem csak az elitet, minket is elsöpörnek. Vagy éppen ez volna a szándéka valakinek, vagy valakiknek? Ebben az adásban a koronavírusról beszéltem, és mégsem. Nem tudjuk, hogy a helyzet elején, vagy közepén, vagy éppen melyik stádiumában vagyunk, és nem tudjuk azt sem, hogy mi lesz, ha vége lesz, amikor vége lesz. Érdekes adalék, hogy általam ismert két teljesen különböző asztrológus is előrejelezte ezt az időszakot a Föld történetében, a Föld életében, no nem magát a vírust, hanem azt, hogy valami nem megszokott fog történni, valami kellemetlen, valami rossz. Az biztos, hogy a gazdaság már most bajban van. Igaz, hogy maga a gazdaság az egyes ember számára csak a saját pénztárcáján keresztül válik érzékelhetővé. És sajnos ezek a pénztárcák ürülnek, egyre jobban és folyamatosan. Itt-ott már figyelmeztetnek, hogy a bűnözési hullám drasztikusan nőhet. A világnak gyakorlatilag bármelyik részén. Romániában a szükségállapot kihirdetése óta. Egy millió ember munkaszerződését függesztették fel. Egy közeli székely gazdának a földjéről már egy éjszaka kiásták az előző nap elvetett vetőburgonyát ismeretlen tettesek. És sajnos azt kell mondanom, hogy ez csak a kezdet. Ha nem tesznek, ha nem teszünk valamit, nagyobb gondok is lehetnek. Akkor is, ha nem áll szándékomban pessimistának lenni. Köszönöm, hogy most is velem tartottak, önök az új világpanorámát látták. Noha nem tudjuk valójában mi történik köröttünk, csak sejteni lehet, vagy találgathatunk, arra kérem a nézőket, maradjanak otthon, hiszen bármi is áll ezen dolgok hátterében, csak akkor lehetünk túl rajta együtt, hamar, ha fegyelmezettek maradunk. Üdvözlöm a nézőket Szentegyházától Varsóig, Floridától Püspökladányig. Tartsanak velem legközelebb is, viszontlátásra!